A bajnokságban a mai mérkőzésen mutatkozik be a DVSC, mely az első fordulóban a Ferencváros ellen játszott volna, ám azt a meccset a Fradi BL szereplése miatt elhalasztották. A Loki persze játékban van, hiszen az Európa Ligában 4 mérkőzést is játszott már. Hasonló az összeállítás is, mint azokon a meccseken. Az újak közül a szerb Trujic is a nigériai Garba került be a kezdőbe, 4-4-2 a felállás egyébként. György Grozáv szemtelenül szép góljáról, illetve a renitens brazil kapus Felipe helyzetéről beszéltek a legtöbbet az elmúlt napokban a szurkolók. Nos, Grozáv ezúttal is kezd, Felipe viszont most sincs keretben. Változás a múlt héthez képest, hogy Tischler helyett Gosztonyi került be a kezdőbe. Tőzsér állítja le végül, persze Varga is ott marad. Tőzsér Ferencinek kapásra, Ferenci ott pattog még, hol a labda, a kapuban, vezet a Debrecen. Szatmári találta meg a leghamarabb, és ő passzolta gyakorlatilag az üres kapuban, mert hogy szerintem maga a kapus sem látta, hogy hol van a játékszer ott a nagy tömegben. Itt van még egyszer a debreceniek gólja, itt a lövés, és bent ragadt Ugo Seko, jól látom, azért nem volt lesen Szatmári. Ő ment ki ugye, Tőzsér elé, kvázi sorfalat állni a szögletnél. Így lett szabályos gól a debreceni. A 25. percben járunk, újabb debreceni szabadrúgás, tehát egy lehetősége már volt Tőzsérnek, azt a sorfalba lőtte. Ez inkább jobb lába a szög, persze ballal is simán be lehet tekerni. Varga rúgja el, és ő be is tekeri! 2-0 Varga Kevin góljával megduplázza előnyét a Debrecen. Én azt gondolom, hogy Tőzsérre számítottak ezúttal is a kisvárdaiak, talán fel sem ugrott a sorfal. Na nézzük, de felugrik a sorfal, ezzel együtt elmegy a labda. Remek szabadrúgás. És Minka csak hozzáérni tud. Nem, hogy jó helyre, mint erő is volt ebben a lövésben Varga Kevin tehát. Ez most viszont egy jó támadás, Kovács Réti, jó a csel is, Kovács Réti még Kusnyér mellett, ott a bepassz, és ott a szépítő gól, gyorsan válaszol a kisvárda, kilőtte György Grozáv természetesen. Grozáv góljával, tehát azon nyomban szépít a kisvárda. Itt van még egyszer Kovács Réti, ezt a cselt nézzék, amolyan Cristiano Ronaldósan is nagyon okosan a második hullámban érkező Grozáv elé passzol. Itt jegyezném meg, hogy Ebedli Zoltán unokájáról van szó. Kovács Réti Márk, fiatal tehetség. Nem lő, Tőzsér nézelődik. Jó a passz viszont Harisnak. Szécsi indul, nincs lesz, Szécsi be középre, Garba gól! 3-1, amolyan tipikusan Garbás gólt szerzett megint a nigériai. Itt nincs lesz, megint bennmaradt Berrios ezúttal, és Garba közelről bekotorja, éppen Berrios megelőzve. Minká nem tehetett róla, bár a rövid sarkot hagyta üresen. Utolsó perc a hosszabbításban, ezt a szögletet még nyilván elvégzi Tőzsér. És van egy fejes is a végére, sőt egy gól, Pávkovics is betalál, 4-1, ez így már kiütéses győzelem. Egészen tisztán fejelhetett Pávkovics, Tőzsér pedig gólpasszt ad. Hajszál pontos beívelés volt. A legutolsó percre is hagyott még gólt a Debrecen. Ezzel tényleg végképp kiszolgálva a közönséget. Andó Szabó Sándor közben le is fújta a meccset, bár a sírszót nem lehetett hallani. Itt van Pávkovics, nagyon-nagyon pontos fejese a kapufa tövébe. Hozzá is ér a kapufához. Na erről aztán végképp nem tehetett minkát.